Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság és a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciumában megvalósuló projekt keretében a Jászkunságban, a Hajdúságban és a Viharsarokban 7 helyszínen olyan fejlesztés előkészítése történik meg, amelyek összesített víztározási kapacitása meghaladja 24 millió köbmétert. A síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése egyes ütem című KEHOP kötőjel 130 kötőjel 15 kötőjel 2021 kötőjel 00022 azonosító számú projekt Magyarország olyan tájegységeit érinti, amelyek hazánk területének mintegy 45%-át teszik ki. Ezeken a kis esésű területeken a felszínen lefolyó víz sebessége igen csekély, így elvezetése is nehézségekbe ütközik. Ilyen helyeken a víz természetes körülmények között visszamarad a mélyedésekben, és csak mesterséges eszközökkel, létesítményekkel lehet gondoskodni az elvezetéséről. Káros víz, belvíz akkor keletkezik a talaj felső rétegében, ha a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek. Jellemzője, hogy helyben képződik a kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási tényezők hatására, hirtelen hóolvadásból, csapadékból, de keletkezhet magas talajvízállásból is. A síkvidéki vízrendezés nem csak a belvizek elleni védekezést foglalja magában. A belvizes és a vízhiányos időszakok váltakozása miatt egyre inkább előtérbe kerül a belvízgazdálkodás. Ennek lényege, hogy a vízrendezési művek célszerű üzemeltetésével a levezetés szabályozható, késleltethető, azaz a belvizek medertározással, övgátolt legelőkön, belvíztározókban visszatarthatóak. A projekt célja a síkvidéki területeken a víz visszatartás fejlesztésével a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelése, azaz a vízháztartás javítása a társadalmi, gazdasági, ökológiai előnyök érdekében, nem utolsó sorban a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése véget. A szakemberek 2016-18 között készült síkvidéki tározás fejlesztési tanulmánytervekben 22 helyszínen vizsgálták a víz visszatartási lehetőségek megvalósítását, fejlesztését. Ezek közül a szakmai sorrend felállítását követően ebben a projektben 7 síkvidéki vízpótló és tározási fejlesztés előkészítése történik meg. A fejlesztések 3 vízügyi igazgatóság, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén új tározók létesítését és meglévő holtágak, tározók és medertározási lehetőségek rekonstrukcióját célozzák, amelyek összesített víztározási kapacitása meghaladja 24 millió köbmétert. A projektben érintett síkvidéki vízpótló és tározási célú fejlesztések a következők. A Balmazújváros térségében található K kötőjel V kötőjel 3 és K kötőjel V kötőjel 1 tározók. A Gyoma-Endrődi félhalmi körösholtág, a Tisza-Derzs Tiszaszőlősi holtisza, az Államzugi 4-es több célú tározó fejlesztése, második-harmadik ütem, a Szolnoki Alcsi holtisza, valamint a Peresi 3-as körösholtág fejlesztése.